tudták, hogy egyszer Bécsben csináltak egy felmérést arról, milyen színű a Duna? A válaszadók kétféleképpen vélekedtek a kérdésről. Egyesek szerint kék, ahogy a Strauss is megkomponálta. A mások szerint viszont szürke. Hogy mi múlik, hogy ki milyennek látja? Nem hiszik el. A lelki állapotán. A szerelmesek kéknek látják. A többiek szürkének. Rákász Gergely története csak az egyik volt azokból, amelyekkel megörvendeztette a közönséget. A Lord of the Organs sorozat dramaturgiája nem változik, csupán a zenék és a történetek. A felületes szemlélő számára egy koncert az úgy néz ki, hogy egy valaki leül és játszik, vagy sok valaki leül és játszik, és más valaki meghallgatja, de ez csak a felszín, ez csak az anyag világa. A lelki része ennek az, hogy én meggyőződésem, hogy minden művész, aki alkot, az valahonnan onnan föntről hoz valamit. Az megfordul ő benne, odaadja azt annak, aki meghallgatja, megnézi, elolvassa, az visszamosolyogja belé, visszatapsolja belé, együtt kialakul egy fantasztikus atmoszféra, és tudod, szerkesztő úr, én a koncertek végén olyan hálás vagyok, hogy én adhattam ezt a koncertet, olyan szép a magyar nyelv, hogy okkal mondja, hogy valaki koncertet ad, hogy én meggyőződésem, hogy azzal a hálával megy vissza az energia oda, ahonnan jött is. És normális esetben ez így megy, de ez eldugult, ez az áramlás. Tehát, hogy ezt tömte el a Covid, és egészen elképesztő volt az egyik oldalról előadóként, alkotóként érezni azt, hogy mennyire igaza van Hanvasnak abban, hogy a fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Nem tudtunk adni, nem vált áldássá, feszített bennünket, egymással beszéltünk a művészekkel, hogy senkinek se volt jó. És a közönség pedig ugyanezt érezte a másik oldalról, és meggyőződésem, hogy ettől voltak eufórikusak az első hangversenyek. Szóval nem egyszerűen jók, én nem tudok olyan jól játszani, mint amennyire jók voltak azok a koncertek. Eufórikusak voltak. És aztán Isten igazából az meg úgy feltöltött bennünket, az egész csapatot, engem és mindenkit, aki körülöttem dolgozik energiával, hogy azóta, mint ilyen rakétahajtóműveken ülnénk, megyünk előre, és egyik koncert, hála Istennek, jobb, mint a másik. Ezt a dalamot mindenki ismeri. Ravel bolerója olyan világban készült, amikor emberek haltak meg. Nem egy vírus, hanem egy háború áldozataként. De Ravel eközben remek művet alkotott. A zene, meg egyáltalán a művészet azt gondolom, hogy pontosan abban segített aztán, de egyébként bármelyik történelmi korban abban segített az embereknek, hogy feldolgozzanak, könnyebben feldolgozzanak ilyen élethelyzeteket. Fogok ma beszélni Ravelről, játszom a bolerót is. És van Ravelnek egy gondolata, azt mondja egy helyen, hogy egy művész még a legsötétebb korban is találjon magának annyi szépséget, amelyet tálcán nyújthat az őt követőknek. És azért, szóval ezt Ravel nem a Facebookon olvasta, hanem ezt ő kiizzadta méghozzá az első világháború alatt. Tehát az ő életrajz egy háborús életrajz, és ő nem Covidot kapott a nyakába, hanem gáztámadást, meg verdöni vérszivattyút. És tehát ha valaki okkal írhatott volna sötétséget, borút, halott fiatalokat, vérfürdőt és szörnyű dolgokat, az mondjuk ő volt. Nekünk meg kutya kötelességünk lenne meghallgatni, mert hát mégiscsak hát legalább éljünk át belőle valamit. De ő azt mondja, hogy még ebben a korban is keressünk szépséget. És ha valamit útravalóul fogok tudni adni a mai koncerten a tisztelt hallgatóknak, az ez. Thank you.
Természetesen engem is inspirál az, hogy milyen pillanatokban élünk. Amikor én elkezdtem foglalkozni ezzel az idei éves műsorral, akkor úgy voltam vele, hogy na most aztán minden sötétséget eljátszom, amit el lehetett, amit megírtak valaha a zenetörténetben, hiszen ez van mögöttünk, ezt ki kell játszani, és akárkinek mondtam a baráti körben, a csapatban, a közönséggel tartom a kapcsolatot a közösségi médiákon keresztül, mindenki olyan furcsán nézett rám, hogy elment az eszed, tehát hogy biztos, hogy most kell Requiemet játszani. És úgy végig gondoltam, hogy igen, ez valószínűleg nekem nagyon jó lesne kijátszani magamból ezt a rengeteg sötétséget, de nem ennek van az ideje, hanem fényhozókat kell játszani, olyan darabokat, amelyeket, hogyha ne adj Isten, mégis bezárják a világot, és a kedves hallgató ezt a koncertet tisztelte meg a figyelmével, akkor egy két-három hónapra rendben legyen a lelke, emelkedjen föl, és vigyen magával annyi lelki táplálékot. Ha valamit megtanultunk a Covid alatt, akkor az, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Az elején attól féltünk, hogy nem lesz WC-papír, meg hogy nem lesz mit enni, és mindenki megrohanta a boltokat. Aztán kiderült, hogy azért enni van mit, de a lényeg meg hiányzik. Nem tudtunk táplálkozni belül. A szellemünket, a lelkünket nem tudtuk táplálni. Tehát ha valamit megtanultunk, akkor az, hogy erre is kell, legalábbis kultúrember, igényes ember erre is igyekszik figyelmet fordítani. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy töltsük fel a lelkünket, aztán lássuk, hogy mit hoz az ősz, ami rajtam múlik, azt meg fogjuk tenni. A koncertet hallva a személyes véleményem az, hogy akkor este ott mindenki jól lakott.